Az Európai Unió már több éve kötelezővé tette a csomagolt nyers húsok származási helyének jelölését. Magyarország ennek a mesdjéjén előrelépve az itthon forgalomba kerülő sertéshúsokra írta elő először a pultban történő származás jelölést, majd július 15-től már baromfira, nyúl és kecskehúsra is kiterjesztette ezt a kötelezettséget. Ez azt jelenti, hogy minden olyan boltban, ahol pultból csomagolatlan nyers húst árusítanak, kötelező feltüntetni a terméknek a származását. Ez, hogyha az állattartási helye és vágási helye megegyezik, ez egy ország feltüntetését jelenti. Ennek a meghatározott formai feltételeivel, tehát 200 négyzetméter alatti üzletben elegendő világos alapon sötét betűkkel, meghatározott betűmérettel feltüntetni a származási országot. 200 négyzetméter felett viszont kötelező már zászlókkal is jelezni a származást. Ez egy gyors, közvetlen információ vásárló felé, ami valóban gyorsan útba tudja igazítani és segíteni tudja a választását. A jogszabály alkalmazására hagytak időt, hiszen az előírás január 15-én lépett életbe, ám az ellenőrzés június közepén kezdődött. A NÉBIH ellenőrei folyamatosan monitorozták és felmérték, hogy hol lehetnek problémák. Ezek az ország egész területén összesen 651 üzletben történtek meg, és így is a tapasztalatunk az volt, hogy általában a jó minőségbiztosítási rendszerrel működő országos élelmiszerkereskedelmi hálózatoknál jó tapasztalatokat szereztünk, tehát alig találtunk hibákat, viszont a kisebb kereskedelmi szektorban már több hibát találtunk, itt is elsősorban a különböző húsboltokban, hentesboltokban volt olyan tapasztalatunk, hogy egyrészt nem ismerik a jogszabályt, rosszul alkalmazzák, úgy értelmezik, hogy 200 négyzetméter alatt nem kell feltüntetni, holott a jogszabály egyértelműen előír, hogy minden üzletben kell alkalmazni, nem megfelelő jelölési módszereket alkalmaznak. Az összes ellenőrzött üzlet 8%-ában nem teljesült a jelölés megjelenítése. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 51 üzletet ellenőriztek, és összesen két hentes üzletben nem alkalmazták a jelöléseket.